Jön a fogás, jön a fogás! Bla bla bla! Mondjad, Pinky, mi az? Megjöttek az új termékek, megjöttek az új termékek! Kérhetek egyet, léci! Nem is tudom, Pinky! Jól van, Pinky! Jól van, Pinky, menjünk, veszünk egyet! Jól van, Pinky, veszek neked egyet! Jó! Megjöttek az új termékek! Ez az! Megjöttek az új termékek, és ti is rendelhettek természetesen a Troll Shop-on! Link a leírásban! De mi van, Blöki-Blöki? Érts vagy! Érts a kis kutyuska! Jól van, kapsz te itt kaját! Hol van a kaját? Itt van a kaját, Blökkendári! Gyere, tessék, itt van a kaját! Jól van, ügyes vagy! Így, hát nem is tudom, mit csináljunk ma. Menjünk sétálni, Blöki, vagy mit csináljunk? Valaki csengetett. Ki a fene lehet ilyenkor reggel? Jó napot! Jó napot kívánok! Jézusom! Ön kicsoda? Én vagyok a gazdag Creeper. Bemehetek, beszélni szeretnék önnel. Persze, vigyázz. A kutya nem harap, úgyhogy nem kell félni tőle. Gyere nyugodtan. Szia, Blöki. Nos, láttam önt a YouTube-on. Nagyon jó házakat rendez be. Vettem most éppen egy új házat nemrég. Be kéne rendezni. Vállalná a munkát. Hát nem tudom, én nem vagyok ilyen nagy luxus házrendező, meg ilyesmi. Nem lesz ott baja valaminek, hogyha én ott elkezdek valamit csinálni? Hát nem lesz semmi baja, csak egy részét kell berendeznie. Adok érte egy valag gyémántot. Gyémántot kapok érte egy valaggal? Akkor simán berendezni is kacok. Persze, én vagyok a legjobb gyémánt, akarom mondani, én vagyok a legjobb lakberendező a világon, úgyhogy berendezek neked akármit. Valamint a kocsiaim közül választhat majd egyet. És még kocsit is kapunk, skacok. Na jól van, ebbe bele kell vágjuk. Úgyhogy újítsuk fel a gazdag Creeper házát. Kezdjük is bele, skacok! Jó, várjon itt, el kell hoznom mindenféle dolgot magammal. Úristen, hát az összes lakberendezéses dolgot elhozom magammal, remélem elegendő lett. Oké, az összes lakberendezéses dolgot elhozom. Még szerencsé, hogy előzőleg is házakat újítottuk fel, ugye, Blöki? Szólíthatom Blacknek? Ja, persze, hogyne. Megyünk valamerre? Oha, Black, a házam az főleg fehér és fekete színű, van önnek olyan dolg? Hát igazából csak olyan van, szóval teljesen jók vagyunk. Tökéletes, indulhatunk? Indulhatunk, persze. Ja, hogy ilyen izék vannak, őrök? Oké, menjünk akkor. Itt Bari őrmester. Nagyon menő kocsia van magának. Úristen! Köszönöm. Jogsia van! Micsoda? Ja, az jó! Hol vagyunk? Mekkora ez a ház? Jézusom! Jó, megérkeztünk. Kicsit rosszul lettem. Azt a bicsár mindenségét, fáj a fejem. Legközelebb azért jogosítványt azért intézhetne magának. Elnézést, a vezetésem nem a legjobb, majd sofőrt is fel kéne venni. Értem. Ezt az egészet én kell felújítsam, mert hogy itt ez óriási ez a hely, ugye? Nem, csak egy részét kell felújítania, ja. Mert az egyedül úgyse bírna, csak egy részét. Ja, jó, oké, már megnyugodtam. Kezdtem félni. Ó, és mik ezek? Körbevezetem. Itt lenne majd a konyha. Itt a konyha. Ott egy bárány. Szép konyhát akarok. Látom. 6 darab mosógéppel. Lesz itt minden, de az a bárány és a konyha része, majd rakjam be a hűtőbe. Hát megköszönöm. Kicsit, hát mondom, most tettem ezt a házat. Friss, igen, friss. Friss a bárány. Na jó, nézzünk tovább, mi van még itt? Ide szeretnék egy étkezőt. Egy étkezőt, itt lesz ham meg ilyenek. Igen, ami van nálam, abból tudok gazdálkodni. Majdnem át tudtam jumpolni. Óvatosan. Jézusom, gyönyörű szép ez a ház. Skacok, köszönöm. Köszönöm. Gyönyörű. Akvárium, az pont van. Akvárium. Igen. Megyek. Remélem megkapjuk majd egy gyémántot azért. Na szóval, és ide a nappalit szeretném, csak ezt elfelejtettem megjelölni. Értem, jó van. Oké, rendben van. Hát akkor szerintem majd visszajön, és akkor talán nagyon fontos. Nagyon fontos, kérem, jöjjön ide. Szeretnék. Nagyon fontos ide. Ilyen nagyon szép, különböző, a kék, meg sárga virágokat szeretnék. Mindenképp. Megtaláljuk. Meg lesz az, persze. Jó van, akkor majd visszatér, akkor jó lesz, de...
meglátjuk, mit tettek az ügy érdekében, reméljük, igen, hogy nagyon király lesz. Igen? Mindenképp tudni kell, hogy látja ezeket a jelöléseket? Igen. Egy ilyen jelölést megépít, azonként fizetek. Jelölésenként kap 4 darab stack diablokkot. Jézus Mária, 4 stack diablok? Hát én az, amit kezdek. Jó, oké, rendben, benne vagyok már is. Azonnal készen is lesz. Köszönöm, addig én elmegyek, más blogberendezőkről is beszélnem kell. Jó, rendben van, majd találkozunk. Szerintem egy pár óra, aztán vissza is jöhet, jó? Oké, skacok, akkor most rendezzük be a házat, de jó, szép lesz, meg minden, csak egy a probléma, hogy nézzétek, itt vannak ezek az alkotó elemek, amiből állna szépen a szoba, nem tudom, hogy miket helyezünk le. Mondjuk itt egy akvárium, az akváriumnak az aljára azért kéne tenni valami asztalféleséget, várjátok. Ha, várjatok, mondjuk van ez a kis polc, ide rakunk 2 kis polcot, akkor erre rá lehet rakni az akváriumot? Nem. Földre rá lehet rakni, de erre nem lehet rárakni, úgyhogy ezeket itt ki is ütöm egyből. Akkor mondjuk 2 darab ilyenre rá lehet rakni, ez mondjuk 2 blokknak felel meg. Aha, gyönyörű, ez így nagyon királyú néz ki, és mondjuk fel tudnánk dobni 1-2 ilyen növénnyel. Nagyon királyul néz ki, jól van. Oké, menjünk picit arrébb is, kacok. Mondjuk menjünk arra fele. Ó, ott lesz az étkező, ahogy látom. Itt hoztam magammal ilyen óriási nagy asztalokat, amiket le fogunk tudni ide rakni, hogy meg tudjuk csinálni itt az étkezőt. Gondolom, itt több vendéget is akarnak majd, hogy végül lássa a vendégeket. Így szépen csinálok ezért egy ilyen hosszú asztalt. Jó sok lába lesz, de se baj. Így, oké, itt vannak ilyen óriás székeket hozattam ide. Azt figyeljétek, milyen menő lesz itt az óriás székek. Egy-kettő széket azért így döntve ide rakom. Így, egy-kettő döntve legyen. Bár mondjuk lehetne szimmetrikus, mind a két oldalon egyenlő. Így, elforgatva is le tudjuk rakni a székeket. Állítva is, minden fele tudjuk rakni itt a székeket, skacok. Úgy is van. Tiszta lakberendező promeister vagyok, skacok. Itt jól lehet leledzölni. Ez mi az? Álljon meg maga, kicsoda! Én lakberendező vagyok! Felnézés! Bocsánat! Mikor jött ide? Mikor jönöttem? Hát egy kb. 10 perce vagy valami ilyesmi, nem tudom. Hú, ez az első váltásom, nagyon megijedtem. Kérem, miért nem szólt nekem a főnök? Nem. Ki maga? Nem tudom, maga elég stresszesnek tűnik. Tessék, itt van egy ilyen üveg, valami igyon ebből. Köszönöm szépen. Szívesen magának is, további szép munkát. És meséljen már, nagyon unalmas a munka, meséljen már, mit csinál itt, hogy? Semmit, hagyjon engem békén! Utálom, hogyha megzavarnak engem a munkába. Menjünk innen. Jó van akkor. Menjünk innen, hagyjon engem békén. Na jó, nézzük meg, itt van egy konferencia terem, amit itt be kéne rendezzünk, de vajon itt a konferenciateremben mit lehetne tartani? Ide is kéne tudom már, itt a konferenciateremben ilyen hosszú asztalok vannak ugyanúgy. Itt van nagy hosszú asztal, ott ül a főnök. Várj, a főnöki szék, itt lesz a nagy főnöki szék, ott néz előre a konferenciateremet. Nem tudom, találta, itt a 4 táblát mondjuk itt lesz, erre lehet írni. Lehet írni a falra, kész, konferenciaterem. Mondjuk van egy csomó széke, mondjuk ezeket fel kéne használni, írni. Minél hamarabb kész kell legyek egyébként a házfelújításon, mert Pinkinek megígértem, hogy a teknő estjére elmegyek, megtartja ott a mindenféle valami teknő kivitt tudat, nem is értettem, hogy mi a fené. Azt mondta, hogy el kell mennie, majd menjek el. Nézem meg, úgyhogy sietnünk kell, skacok, hogy elmenjünk oda. Haladjunk. Jó, itt a konferenciaterem az megvan, rendben van. Milyen szobák vannak még esetleg? Lássuk. Itt egy dolgozószoba. Dolgozószoba, hát a gazdagok nem dolgoznak. Várjatok, skacok? A gazdagok minek dolgoznak, skacok? Hát én ide tudjátok, mit rakok? Dolgozószoba helyére én rakok ide egy szekrényt. Minek neki az? Úgy sincs itthon. Jó, itt van egy fürdő, ahogy látom. Fürdőbe rakok ilyen nagyobb rankó jacuzzi. Csak hova tudnánk lerakni? Óristen. Vártok, ez ilyen szuper jacuzzi lett. 1 jacuzzi, 2 jacuzzi, 3 jacuzzi, 4 jacuzzi. Oké. Várjatok, csak mondjuk. Körbe rakok ilyen asztalpolcokat. Aj, blokknak használjuk konkrétan. Így körbe rakjuk gyönyörűségesen. Ez elég jól néz ki. És mi van, hogyha minden egyes blokkra... Hoppá, ezek ilyen tárolók is. Minden egyes blokkra rakok ilyen növényeket. Azt mondta, hogy... szereti a növényeket, akkor rakunk neki jó sok növényt. Hát ne legyen bármilyen problématika, kapjuk meg a sok gyémántot. Fú, de szép lesz így. Várjátok, a modern művészetet bele kell vinni itt a dolgokat. Törölköző is kellhet, úgyhogy azt mindenképp ide lehelyezzük. Itt a sarokba lesz a törölköző, meg a másik sarokba is, hogy nehogy át kelljen menni a másik oldalra érte. Nagy gazdagságok vannak, úgyhogy itt az aranytömböket lerakjuk, itt végigvezetjük, hogy azért érezni lehessen, hogy itt gazdagság van a levegőben. Kínálok ide
egy erkét, hogy azért ez gyönyörű ez a táj, ez itt. Itt akkor ilyen kárakat, hogy ide be lehet feküdni, ott ilyen káros vagyok. Várjátok, jogad itt lehet, itt nagyokat fürcsizni. Nézni a tájat, milyen szép táj van már is, kacok, gyönyörű. Itt tökéletes, itt a haverok is lefeküdnek, fürdenek, várjatok ide. Ide teszünk egy zongorát. Tesz itt egy zongora, hogyha esetleg ide kijön a nagy muzsikus, itt zenélnek. Leestem az emeletről. Ugye itt zongorázhat nekik, itt teszek nekik ilyen izéket, itt majd ihatnak ebből minden. Gyönyörűséges, itt egy poszter. Szóval itt a fürdő, az valami zseniális hely lesz. Várjatok még az itt egy-két törölközőt, rakunk így, hogyha ne legyen üres a fal. Rakunk egy-két lakátot, hogy azért itt szép dolgok vannak. Így is van. És természetesen teszünk ide ilyen lógó növényeket. Gyönyörű. Egész jól néz ki, és minden egyes törölköző fölé rakok egy lógó növényt. Úgy is van. Ez ilyen jó kis hangulat lenni. Talán még ez a fal így üres, úgyhogy ezt én még így kivészítem. Aj, de menő. Gyönyörű, ez tök jó lesz itt ez a fürdő. Oké, hát még itt a konyhán van mit csiszolni, ugyanis enni már van hol enni, de csinálni az még nincsen. Mondanom, itt nagyon sok stakás dolgozik, úgyhogy nekik kell itt kedveznem. És megcsinálom itt a sütőt, luxus mindenfélét. Itt lesznek a konyhabútorok benne helyezve. Majd ezt követően szerintem a mikrót azt ide lehelyezzük. Kell neki azért itt egy mikró is. Ide lerakjuk ide a mosogatós szükséges dolgokat, de ide pedig egy mosogató kell. Így is van, mosogató, és természetesen egy csap. Jaj, itt az ablakból fog kijönni, ez ilyen úgy, itt nagyon modern ez a ház, ezáltal itt fogok csinálni ide ilyen modern dolgot, hogy félig ilyen minimalista, félig meg egy ilyen növényes a dolog. Val így azért arra ügyelni kell, hogy egy-két fát rakjunk bele, nehogy eltűnjenek itt a levelek. Ide ilyen trópusi konyhát csinálunk. Trópusi konyha. Na, és oda a másik szélére is csakunk egy fát. Így is van. Elérek odáig. Oké, kellett volna kérik létrát. És szépen megcsináljuk itt a fát. Hoppáré. Már is van egy ilyen gyönyörűséges konyhánk. Majd próbáljátok ki ti is, hogy így próbáljátok belevinni a természetet a házatokba, mert egyébként ezt nagyon jól tudám kinézni. Köszönjük ide a poharakat, meg az ilyesmit. Ezért kell, mert biztos jönnek még vendégek, meg minden. Rakunk le ide szép gyümölcsöket még ide mellé, de pont. Ne a mikró mellé, nem akarom ilyen mikrohullámos legyen a izé. Ide rakjuk a sütő mellé. Ja, meg rakok le az asztalra is gyümölcsös tálakat. Ez azért elég jól kinézni, csak kezdünk kifogyni a dolgokból. Azért minden esetre azért, hogyha itt van az asztal, legyen mit nézni, ide rakok egy tök random tévét, egy fával, ez ilyen, megmondjuk neki, hogy ez ilyen művészi dolog. Mindenhol ilyenek vannak. És egy elengedhetetlen elem, egy Coca-Cola autóval, hát minek neki izé. Ja, meg hűtő kéne. Természetesen abból is a legnagyobb, itt van. Hűtő, minden van, mikró, étkező, már csak szobát kell, mert nagyon kell sietni inkább Pinkinek a izéjére. Kivitt tudjára. Itt van moziterem is, nézzétek már meg mekkora király, gondoljatok bele, hogyha nektek lehetne egy mozitermet. Írjátok le a komment szekcióba, hogyha nektek lehetne bármilyen szobátok, akkor vajon milyen szobátok lenne? A legkreatívabb kommenteket be fogom szívelni. Úgyhogy megéri kommentet írni, skacok. Ja, és igen, hogyha szeretnétek nekem segíteni, akkor dobjatok egy óriási nagy lájkot erre a videóra, amikor csak tudtok, hogy sikerüljön, és nehogy azt mondja nekünk a milliomos, hogy fúj. Úgyhogy dobjatok egy óriási nagy lájkot, kérlek, skacok. 3, 2, 1, és köszönöm szépen! Nagyon királyok vagytok, skacok! Itt nem tudok mit csinálni, sajnos ebben a moziteremben, és szerintem itt nem is kell csináljak semmit. Úgyhogy inkább arra megyek, már van egy nagyon gyönyörűséges konyhán, konferenciaterem, minden. Ide lerakom. Jó napot! Szia! Jó napot, uram! Meg is jött! Tessék, mondja! Nem még dolgozom nyugodtan. Igen? Majd adnék önnek egy feladatot. Kéne valami olyat építenie, amiben a diáimat tudom tárolni. Nagyon-nagyon szépnek kell lennie, szóval. Igen? Adok önnek néhány darab, amivel tud dolgozni majd. Ebből építsen valami szépet. Nyilván blokkból építsek szépet? Bizony. Jó, oké, rendben. Meg lesz, sikerülni fog. Köszönöm. Igen? Majd hívja ide a takarítót, mert itt nem tudok mit csinálni ezekkel a dolgokkal, úgyhogy hívjon egy takarítót majd. Jó, majd hívok. Szóval jó munkát, megyek vissza dolgozni. Köszönöm szépen, viszlát. És akkor itt mondjuk... Takarítok. Takarítasz.
takarítós vagy? Ó, de nehéz. Mi ez a sok automata? Aj. Aj. Vigyázzon azokkal. Most. Nagyon nehéz ám. Jó van, én mindjárt visszajövök, hozok még a dolgokat. Még automatákat is le kell vigye itt a takarító. Milliómosok élete az elég kemény lehet. Mindent megcsinálnak helyett. Oké, skácok, visszajöttem még egy-két dologgal, amivel itt fel tudjuk turbozni szerintem. Hoztam arany szép ajtót. Arany szép ajtó, az nagyon király, csak kell bányászni itt, hogy legyen helye. Úgyhogy okidoki, és boom, szép ajtó. Várjál. Egy lokkal kijebb, ide. Itt a szép ajtó. Fölé meg mondjuk gyémántot rakunk. Így is van, de akkor mondjuk a körbe is gyémánt blokkot rakunk, hogy azért legyen ilyen szépséges. Jó, meg is van. És be is tudunk nyitni. Na, és hogyha ide bejutottunk, majd mondom neki, hogy azt ez egy kulcssal zárja le meg kóddal, lehet rá kódot tenni, meg ilyesmi. És hoztam neki ide kódos ládákat. Ide szépen a raktárteremben lerakok egyesével itt gyémánt blokkokat. Minden egyes irányba, egyet kihagyva. És tökéletesen passzol. Egyiknek a tetejére rakok egy kódos ládát, amiket majd ezt követően majd meg tud címkézni. Hát a gyémánt blokk alá tud rakni majd táblát, és ezt meg tudja címkézni, hogy mit akart belerakni. És mindegyik ládát, hogyha jobb klikkelsz, fel lehet telepíteni egy kódot, és onnantól kezdve azzal a kóddal fog működni. Na! Minden láda fölé rakjunk egy ilyen nagyon menő királyi falusi blokkot. Ezt a falusi királytól loptam, úgyhogy ez elég ritka blokk. Itt is van. Gyönyörű szép. Szerintem az egyik legszebb blokk talán. Így is van. Ez lesz a luxus raktár. Úgy bizony. Úgy is van. Gyönyörű szép lett. Ez az igazi titkos raktárs, kacok. Oké, menjünk kifele. És azt mondta, hogy itt valami kék virágok, meg kék sárga virágokat rakjak, azt mondta. Na, ide rakok egy. Ó, hát ebben van védegyik, van benne lila és sárga, és szerintem ez pont jó lesz. És itt szólna hozzá, hogyha így az előtérben ilyen virágok vannak. Az igen, hogy fölé rakom, akkor fölé is tudom rakni. Lol, nagyon menő. Várja. Mi, hol? Mi csörög itt? Már itt hallom, itt hallom. Itt egy telefonfülke? Ez milyen régi ez? Jó, felveszük. Halló? Fiatiablet! Júj, nagyon fájt a fülem tőled, Pinky, mondjan. Biztos, hogy eljösszek ki mit teknőmre? Minden, persze, hogy eljövök, Pinky, kirem hagynám semmiért. De megígéred? Megígérem, persze, Pinky, persze megígérem. Szia! Úristen, és kacok, még az eső is elkezdett esni, nagyon kell sietnünk. Várja, mit kell még megcsinálni, gyorsan siessünk. Na, hogyan tetszik a konyha? Nagyon jó, az a hűtő, ez különösen tetszik nekem, különösen jó. Ebbe még beleférsz te is, meg a vendégek is, tudsz kólát kérni magadnak. Alma banán, azt szeret. Meg tetszik ez a természetes dizájn, nagyon jó lett, köszönöm szépen. Szívesen bármikor, de mondom, vissza tudok jönni és tudom folytatni itt a munkámat. Egyelőre ez jó lesz. Viszont igen, az igen. Nem tetszik, igen. Az nem tetszik, hogy az étkezőnél van a tévé. Nem szeretek kajálás közben tévézni. Megoldjuk, figyelj, akkor nézd a természetet így. Tökéletes. Így nézd a természet, mindenhol természet, így a jó. Tudod? Tökéletes, nem, nagyon jó, nagyon jó. Nem tudtam, jó. Hogy melyik a jobb érted, hogy most tévé vagy természet, de nézd, gyere le, és itt a széfed. A gazda. Az igen. Na, és hogyha ezt az arany széfet itt kinyitod, akkor meg is tudod nézni. Wow. Az összes láda egy elektronikus láda, amit be lehet állítani bármilyen kódra. Úgyhogy bárki ide betör, egyesével minden egyes ládának lesz egy különálló kódja, úgyhogy nem kell félni attól, hogy ellopják az értékes tárgyaidat! Úgy, megkapom a gyémántot, léci, kapjam meg, léci. Nem, meg kell néznem a virágokat, okay. Sajnos csak a virágok után fizetek. Oké, okay, virágot meg kell nézni, újra bőskaszok, megkapjuk a gyémántot. És van kék. Meg sárga. Van kék, rendben. Meg sárga, és várjál még el... Menjünk már be az esőről. Várjál, még elfelejtettem egy nagyon fontos díszelemet, amit nagyon, nagyon értékes, és elfelejtettem sajnos. Én nem tudom, hogy hova rakjam egyébként. Hoztam egy ilyet önnek, egy ilyen antik hárfát. Jó. Ez ilyen jó. Harmonika. Hárfa, de igen. Mit mondott? Harmonika. Ja, igen, harmonika, tényleg, pontosan, ezt akartam. Rendben, akkor fizetésnap kérem szépen. Fizetésnap, szóval igen! Ez azt jelenti, hogy csinált nekem 60 termet, ezért kap egy szerintem már számon is elfelejtett, csak szeret pénzt osztani. Jönni fogok magának, szerintem én leszek az ön felújítója.
Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek velem. Sikerült felújítanunk a milliomosnak a házát. Viszont, hogyha szeretnétek még ilyen felújítós videókat látni a csatornán, esetleg Pinkivel, hogy ketten újítunk fel egy házat, akkor ne felejtsetek el dobni egy óriási lájkot, feliratkozni a csatornára, csatlakozni a Black Istenek táborához, és legyetek jók, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!